Parancsolja, hogy a visszaigazolását kérjük arról, hogy ön végezte a kérem az előbb említett utalást? Nem. Rendben, értettem ön. Kérem, ön mikor végzett a utoljára belépést internetbankjába? Tegnap előtt. Rendben, értem ön. Tehát nekünk jelenleg is aktívnak mutatja az ön internetbankját Kecskemétről, egy iPhone 14-es készülékről, amely jelenleg is az ön internetbankját használja. Kérem, ön sokat elmondani, szerintem Kecskeméten tartózkodott? Nem tartózkodtam Kecskeméten. Ebben az esetben szerint is van annak a lehetősége, hogy az ön internetben közületék talán személyek fértek hozzá. Kérem, ön az előbb említett utalásról kapott-e bármilyen jelzést SMS-t a banki értesítés formájában? Nem kaptam. Ön bizonyára azért nem kapott a terület SMS értesítés, mert a netbankhoz csapott telefonszámot az illetéktelenek megváltoztatták, és ebben az esetben nem ön, hanem az illetéktelen fél fogja kapni az SMS értesítéseket. Kérem, vissza tudna emlékezni az utolsó ön által elvégzett tranzakciójára, akár kártyás fizetés utalás, esetleg kisboltban vásárlás. Igen, a Tesco-ban vásároltam. Rendben, értettem, uram. Az utolsó ön által elvégzett tranzakciót követően, kérem, vissza tudna emlékezni fennmaradó egyenlegére, amelyet még nem kellett, hogy károsítsanak az illetéktelenek. Tehát ez azért szükséges, mivel hogy én beszélgetésünk során megkárosítják az illetéktelenek, az bankunknak kötelessége lesz önnek visszatéríteni. Értem, csak az a gond, hogy én nem az OTP-nél bankolok. Igen, de mivel tisztában vagyunk, hogy én egy másik bank is fele, de viszont nekünk ez ilyen kötelességünk volt ennek bármennek kapcsolatot, mivel Szabó Zsolt a mi bankunk is fele, és már több mint fél éve adatalászat, valamint internetet se látja, ami egy záróban van nálunk. Tehát ez így van neked